Minden hónap második péntekén tematikus rendezvényt szerveznek a létesítmény munkatársai. Ezúttal a nőnap miatt a hölgyek kerültek a középpontba. Céljuk volt az is, hogy segítsenek megtalálni a helyi kézművesek célközönségét. A legnehezebb része, hogy vásárlókat hozzunk ide a piacra. Nagyon igyekszünk, egyre több programot csinálunk, egyre jobban megismerik a házat, és egyre többen jönnek kézműveskedni is, és a vásárba is. Zömében az egyesületünk tagjai 80%-ban, de vannak olyanok is, akik ezekre a helyi termékzalegerszegi vásárokra szeretnek eljönni, és itt megjelennek minden hónap második péntek délutánján. Az esemény a helyi termékek vásárával egészült ki. Itt javarészt az egyesületi tagok kínálták portékáikat. Én is próbálkozom közösségi média felületeken, mint mindenki más, de az én személyes tapasztalatom az, hogy meg kell jelenni, ki kell települni rendezvényekre, és kontaktot kell teremteni az érdeklődőkkel, mert amit én készítek, azt például szerintem nem alkalmas arra, hogy online legyen eladva. Én horgoló vagyok, 15 éve horgolok, figurákat, sálakat, lakásdekorációkat, amihez éppen kedvem van igazából, ezzel töltöm a kis szabadidőmet. A vásári forgatag mellett játszóház és mesterségbemutatók színesítették a programot. A tematikához kapcsolódva pedig Kis Nóra néprajzos muzeológus a női kézművesekről tartott előadást.